Magyarország önök mögött áll. És azt kérjük, hogy önök is álljanak mögött. Így fejezte be ünnepi beszédét Semjén Zsolt. De ne rohanjunk ennyire előre. Magyarország miniszterelnök helyettese azt mondta, minden magyarnak kötelessége a nemzeti identitás megőrzésére törekedni. A politikus egy háromlábú székhez hasonlította a magyarságot, amelynek egyik lábát a magyarországi, másikat a Kárpát-medencei, harmadikat pedig a világ összes táján élő magyarok alkotják. Szerinte, ha bármelyik rész kiesik, a szék felborul. Mindegyikünknek küldetése van a tekintetben, hogy kis Szent Istvánként az életnek azon a helyén, ahova a gondviselés állított minket, ott építsük. Ahogy Szent István az országot, ahogy Szabadka néhai polgárai ezt a csodálatos épületet, ahogy most például a Nemzeti Tanács műveit és a magyar megmaradásnak az intézményeit, ugyanúgy mindannyian azon a helyen, ahova a gondviselés állított minket, kis Szent Istvánként építsük tovább a nemzetünket, építsük tovább a közösségünket. A kezemben tartom a Városháza című 100 éves könyv reprintjét, azaz a hasonmását. A könyv a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával, valamint a Hétnap gondozásában jelent meg. A rendezvényen ezt is bemutatták. Városháza, amely, ha elhagyjuk a várost, integet nekünk is jót ad kíván, hogyha pedig a város felé közeledünk, akkor kitárt karokkal vár bennünket. Lovas Ildikó, az MNT kulturális tanácsosa különös esteként és különös ünnepként tekint a mai napra. Újra valóra vált az, amiről Lányi Géza Viktor 100 éve írt. Szabadka új nemzedéke már, művész jótevőinek megbecsülésére nevelődik. A rendezvény után a résztvevők folytatták szabadkai körútjukat.